és meg a pakliait. Melyeket a képernyőn lehet látni. Addig a videóját, tehát egy Kamps Demarcation. Így van, Kamps Demarcation, és ez megint egy egybefüggő videó, viszont ha jól láttam, akkor ennek a minősége olyan, hogy könnyezni fog a szemünk, de nem az örömtől. Úgyhogy megint csak egy jó videót sikerült hát, összerakni. Kamps ezen játszik, kaputelefonon hát, játszik. Hát lehetséges, nem tudom. Úgy látom, hogy meg lengyelül tolja. Ja, úgyhogy lengyel lesz most egész ilyen nemzetközi nyelvi. Magyar streamen, én igazából felvidéki vagyok. Szlovák, angolul beszélve egy kína-lengyel meccset. Ja. Egyébként a képernyőn már láthatjátok, ugye a decklistet, ez Uprising deck, ez talán a szervezés, igen. Talán a Pellár az, ami olyan furcsa ebben a pakliban. Melyiket mondod? A Kamps deckjét nézzük. Uprising. Kamps decklistjét nézzük. Hát igazából a Bombhívő meg a Pellár az, ami talán nem... Hát igen, egy kis... Nem mindenben van. Ja. Szenárió ellen, meg vagy ne Defender ellen inkább a Pellár, de Poison ellen is. Azért is van benne a Royal Decree is, hogy ezt megtalálja. És amúgy itt is itt van ez a German Tris. Igen. Kíváncsi vagyok ez a package mit hoz. Ugye előbb azt láttuk, hogy kikapott. Hát jó kérdés. Azért meg lehet fogni a Hidden Cash, az megint csak ez... Az bannolom. Total standard, igen. Akkor egy Imperial Formation. És Assyra ez is. Aha. Tabula Artifact, úha. Érdekes lehet okay, megint Ramon. Akkor. Hát ez, ha jól látom, ez teljesen ugyanaz, mint a Pajabolé, nem? De. Szerintem is. Tehát ez, ja, az Affan, Mata, igen, Mata, Assyr, ez. Akkor nézzük a kínai Demarcation, mit hozott. Markation Wildcardot hozott egyébként, tök mindegy, mert bannóva lesz. Kérdezik, hogy Gwentben nincs Spectate mód. Még nincs, sajnos, még sajnos nincs. Kéne már nagyon kéne. Kéne már nagyon, de elvileg most már valamikor csak berakják turnament móddal együtt. Hoppá, ami érdekes nekem a harmonidekben az egy Milan. Azt nem láttuk ma még. Na igen, de ez standard jó kis value lap. 9-ér 4 és 4-et üt. Az sose rossz. Igen, ez mondjuk azért nem egy olyan rossz. De ahogy nézem, igazából standard harmony ez, mert Figgis, Oak, Water of Brokilon, Fav, Pauko. Mennyi mozgatás van mindig az érdekel itt. Két hát a Trained Hawk az, ami mozgat, és ennyi. Nincs, ha jól látom, igen. Yeah. Van egy Riot Sappers. Ja, ez standardnak tűnik, igen, Millian, ami bekerült, az egy jó lap. Az jó, legalább egy kis kontroll van benne, mert egyébként nem nagyon rendelkezik a harmony pakli kontrollal. Igen. Ilyen apró kontroll. Néhány Poison, és annyi. Hát Pafko, meg Treant, meg a Poison, ez a kontroll, de szerintem Millian az... Ja, beférhet. Ja, nem árt. Na, viszont Wildcard. De ez is bannolva lesz, úgyhogy... Végre valami érdekes. Na, amúgy ilyen... Syndicate decket ritkán látni. Ez még kicsit ilyen klasszikusabb Gradennel, Orsodival. És akkor gondolom több, igen, van két Slender. A Graden, azt a kombót ezt mindig is szerettem, a Slender, kihozod a Wildcard-dal, és akkor Gradennel nagyon vágsz valakit. Na, legalább megnéz, nem tudom, hogy mit fog van Kamps. A Demarcation Wildcard decket, ezt megnézném. Jó a Gradennek a hangja. A Langusta. Imperial Formation van még itt. Hát ez megint csak egy... Hát ez meg, ugyanaz. Igen, ez meg... Tailbotnak a deckjére hasonlít. Igen. Damiennel. Recruittal. Mondjuk, neki van, na, ez összekombózta a kettőt. Tehát, és mit hagyott ki akkor? Mert van Assyra meg szenáriója is, úgy mint Pajabolnak.
Fion. Neki van Damien-je. Fion nincsen viszont benne, tehát nincsen Defender. Tehát nincs Defender Damien-t, akkor nem fogja megvédeni senki. És mi az, ami nincs még benne? Interesting. Maral van benne. Van Afan, Ramos, Maral, Joakim. Hát Yennefer nincs, ha jól látom. Igen, az nincsen benne. Invocation az nincsen. Viszont van benne Bomb Heaver, úgyhogy az... Érdekes lehet még. Na úgy van vele, hogy elég a szenárióra tekelni. Nincsenek túl nagy egységek. Lehetséges. Hát... meglátjuk igazából. Pedig még az is nagy trükk, hogy... Masquerade-ból, utána rögtön kijátszod a Joakimot, utána azt viszed el Invocation-nel, mondjuk az egy nagyon kis swing ott, tehát, de visszakerül a Joakim a te deckedbe, és utána visszahozod ugyanúgy a Masquerade-balt is, meg a Joakimot is harmadik körbe. Ami az erős tud lenni. Ugye annyi a hátránya, hogy az a Invocation az ott konkrétan 4 pont, tehát nem sok, de hogyha a Joakimod meg a szenáriót hoz elég pontot, akkor elég lehet az is. Hm. Nem is láttam még ezt a taktikát, úgyhogy... Hát ez ilyen Dani taktika, ja. Egyszer játszott ellen. Jézusom! Mondjuk ő csak annyit csinált, hogy a Joakimot így visszahozta kétszer, és akkor most meg látom, hogy a szenáriót, és akkor most így eszembe jutott, hogy ez egy ilyen harmadik kombó. Na, hát majd teszteld le aztán. Lehet, ja, majd kipróbálom azt, de aztán végig csapom a pro rankot vele. Jó van akkor. Na jó van, készen állsz akkor? Aha, és akkor mehet is. 3-2-1. Na. Most szerintem nincsen játékhang. Az is egy Geralt skin, azt nem is láttam még. Ja, ilyet. Csak kicsit már több armor van rajta. Még ilyet nem láttam. Kicsit több armor van rajta. Hát igen. Az mi, az festék vagy valami? Mask van rajta. Mask. Ezt még nem láttam, meg valami korona. Runda 1. Ott meg kínaiul tanulhattok. A 1-es az szerintem 1-est jelent. Az mondjuk lehet, hogy egyes rendtélnek. Másik. De mondjuk érdekes, hogy akkor azt írja, hogy nem tudom mit ír, hogy kör egy és kör vagy mi, vagy nem tudom. Hát szerintem kínai, jó, nem mostanában fogom megtanulni, úgyhogy lehet hogy el kell engednünk elég hamar ezt a dolgot. Adjuk. Na hát kicsit ami fura nekem, jó, hogy látjuk az ellenfél hengyét, csak kicsit pixeles, de... Ja. Egyébként ezt de még azért vállalhatom. Legalább végre valami. Igen. Ja, persze, szerintem. Ja, jó, ez jó lesz ez. A lapok. Na, akkor ki kezd? Demarcation. Egy minerrel. Erre a válasz egy 4-es provisionös lapra, nem szórakozik, van, kivágja a legerősebb lapját, aztán kész. Kész, nehogy már. Egyébként az a minor kezdésnek egy kicsit fura. Tehát, hogy... Hát, ahogy nézem a hengyét, így van ütés, meg poison. Ugye ja. Nagyon sok poison van ott. Négy poison. Ja, nem a forward-be néztem, az nem poison. Nem. De ott van 3 poison, ott van egy ütés, még egy ütés, ott van a hawk, amivel lehet ütni, Barnabás, úgyhogy igazából nem is nagyon tudott mivel. Hát a fow-val kezdhetett volna, hogy az, aki hozza Brokilon, Water of Brokilont. Nem tudom miért nem... így kezdett Demarcation, és ezt még mindig nem értem, hogy miért nem rakja ki. Lehet, hogy amúgy az a terve, hogy... Nem tudom, hogy most itt az a terve, hogy kirakja így a gyenge bronzokat, és ezt megtartja, és nem is akarja megnyerni az első kört. Már lehet, hogy nem akar az első körbe commitolni. De nem, tehát Soldier, Poison, Nilfgaard, Sire-ös Masquerade Ball ellen az a baj, hogy muszáj. Ja, nekem ez fura. Tehát, ha Harmony deckkel nem úgy kezdesz, hogy Water of Brokilon, akkor... Nem értem. Akkor nem... Ja, ez szerintem már most megadta magát. Tehát ez a terve, hogy kirak gyenge lapokat és passzol. Az lehet. De szerintem... Nem tudom, hogy ez tényleg mennyire jó terve. Hát kiderül. Lehet, hogy ő tud valamit. Demarcation. Végül is Tailbot nem tudott nyerni kétszer a Harmony deckkel, úgyhogy ezek szerint az a stratégia sem működik. Lehet, hogy ő hát másképp próbálkozik. Na, most fog kiderülni igazából, tehát ha most se játssza ki a fledglingeket,
akkor biztos, hogy nem akar commitolni ebbe a körben. De szerintem most ki fogja játszani, bár... Ha viszont most játsza ki, akkor miért most játsza ki? Tehát így... Tehát a, így a törpe... Lehet, hogy poison miatt egyébként, ahogy... ahogy És nem, látod? Most se játsza ki. Nem, tényleg nem. Removal-val. Szóval ez elég nagy commitment szerintem. Tehát ez egy erős lap. Igen, de most azért rányomta. Érdekes, érdekes, hogy úgy van vele, hogy... Hogy így ez is elég lesz. Most ismétlem egy poison. Mondjuk olyan nagy poison target nincs. Mondjuk igen, ez... cserébe nem rakott ki olyan targetokat. Ah, ez lehet a trükk. Tud poison. Igen. Igen. De hát, hogy ez a trükk tényleg. Hát így viszont... Na ki van? Nem is passz. Hát ez... hát ez... Érdekes manővereket látunk itt Demarcation-től. Szóval szerintem így tökre érdekes lett volna az a manőver, amit így gondoltunk, hogy... Nem akart commitolni. Hogy kirakja a bronzot, igen, nem commitol, de aztán így egy FAU-e, ami szerintem nem egy gyenge lap. Ezt így mégis azért így bedobta a közösbe. De akkor most... inkább rakott volna ki egy bronzot, és akkor így azt mondja, hogy teljesen megadom magam, és kész. Na mindegy. Én azt nem érzem, hogy én gondolom azt rosszul, hogy egy ilyen Nilfgaard pakli jelen inkább azért a pusholás lenne, ami... Igen, amúgy szerintem is, tehát... Ez erős ez a Nilfgaard, azért nem gyenge ez a pakli, hogyha... Hát nem. Szegény tagjából, nem, vagy nem is pajaból nem sikerült vele győznie, de... Hát ott, hogy... Na várjunk csak, és mégiscsak van Yennefer Invocation, vagy a másiknak nem volt. Várjál. Itt látunk egy... Igen, ez fura nekem is. Hát... Ezek a kínaiak, hát nem tudom, de olyan gyanús. Ja, várjál, ez most lengyel. De amúgy a kams miért hagyta a kezében? Affant. Hát... Mégis megnyerte. Nem úgy van vele, igen, tehát hogy most ki fog rakni két lapot, és Affant meg majd elmúlik. Ja. Elmúlik Geneli. Végülis, ja, minek dobja ki hamarabb. Az biztos, hogy most biztos, hogy Assyr. Igen, Assyr jön, és itt lehet, hogy ezután passzol egyet. Tehát Assyr vissza a szenárió. Hát aztán imádkozhat, hogy fölhúzza majd a szenáriót. De azért elég sok mindennel föl tudja húzni Mataharit, ami kihozza a szenáriót, tehát föl tudja húzni önmagában is a szenáriót, meg Roderick is. Úgyhogy ez nagyon valószínű, hogy meg fogja találni. Aztán Affant majd mulligeneli, és egy egész erős hengye lesz, tehát ott van Joachim, ott van az Invocation, ott van Vincent. Ez nem egy rossz hand, és nézzük, hogy a Harmoninál mi lesz. A Harmony is egész erős, így hogy a Barnabas meg a Oak megvan, nagyon más nem kell ide a Harmoninak. Ott van a Water of Brokilon, ott van a Leader Ability. Úgyhogy ez jó kis csata lesz. Kíváncsi vagyok, hogy... Erre nagyon kíváncsi vagyok. Szerintem mind a két deck erős tud lenni hosszú körben. És lehet, hogy egyébként a Harmony ütősebb lesz. Nem tudom mennyire fogja tudni leszedegetni azokat a kis Harmony és egységeket. Ugye 4 fledgling kint lesz így instant. Van rá Yennefer. Van ott ugye poison, ugye nyakig. Igen, ők így megbeszélték szépen, hogy kirakja mindenki a gyenge lapokat, aztán gyerünk harmadik körre. Itt igazából nem is kellett volna körökre osztani itt a lentet, hanem letolják egy körbe az egészet. Tényleg szinte semmi erőset nem rakott ki senki. Tehát egyedül a FAU-e, ami egy erős lap. Azon kívül mindenkinek megvannak itt az ütős lábkártyái. Húha, viszont egy mulligenje van még, és Maralt húzta ki. Ezzel, hát ki fogja tudni szedni a szenáriót. Előtte szerintem ki kéne tinelnie a Fant, és utána Roderick. Ha jól látom, már csak 2 gold van, nem azért 3. A Fant mindenképpen ki kell tinelni. És utána bent van még Ramon, Matahari és a szenárió.
és azok közül a Matahari is igazából a szenáriót jelenti szinte, úgyhogy Roderick meg tudja találni, viszont addig biztos, hogy nem kockáztatnám meg Roderick-et, amíg bent van a deckben Affan és Ramon is, úgyhogy egy Affan tinelés után mehet a Roderick, és akkor meg lesz a szenárió, úgyhogy igazából elég jó a hendje Kamsznak is, és Demarcation pedig bekezd ugye azzal a Water of Brokironnal, amit mondtunk, hogy az első körbe szokás, hogyha all-in-ezni akar az első, ha meg akarja nyerni az első kört. Érdekes, hogy nem játszotta ki a leader ability-t, de igazából nem fontos, hogy most ott négy fledglingként legyen, tehát meg tudja csinálni azt, hogy következő kör elején kirejátsz a leader ability-t, és utána rak ki valamit, ami triggereli. Szóval a sorrend ilyen szempontból mindegy szinte. Kíváncsi vagyok, hogy most ele használja az összes. Azért nem lőném el az összes boostot erre az egy egységre, mert azért van ott poison. Úgyhogy mindenképpen megspórolnám ezeket. De az a célja Kamsznak, ahogy mondtam, hogy az Affant kitinelje a deckéből minél hamarabb. Ugye mit tud csinálni Kamsz ezekkel a fledglingekkel? Le tud lokkolni egyet mindenképpen, aztán poisonnel tele van, úgyhogy poisonölni, hát elég sokat le fog tudni. Ott a Marálnak két poisonje, alapból van a kezébe két Fangs, azzal leszed még egyet. Ott lesz majd a szenárió, amivel le fog tudni szedni még egyet minimum, és még Vincent-el is akár, hogyha valamelyiknek tud adni státuszt. Úgyhogy kb. Az összes fledglinget le fogja tudni szedni. Összes fledglinget tud majd valamit kezdeni. És igen, kitinelte Affant, ahogy mondtam, és már jön is a maszkerétbal. Most ez itt jó kérdés, hogy mert igazából Mata kihozza, igen, Mata kihozza a maszkerétbal, de cserébe, vagyis a... Hát érdekes, hogy ezt most miért így csinálta. Nem akart neki adni. Igen. Hát ugye azt, ahogy említetted is az előző meccsen, hogy a Harmony azért még egy kis szaros 4-es bronzzal is még tud pontokat igen, hozni. Igen, tehát hogyha pont egy, ha jól látom, törp nincs a kezébe, és ha pont egy törpöt hozott volna neki, ja. Akkor az azért elég sok pontot ad, tehát többet, mint a 6-os Matahari. Úgyhogy lehet, hogy így jobban megéri. Igen, mondjuk azt a igen, ilyen. A vaddisznót is azért kontrollálni kéne szerintem azt a bortot. Ez folyamatosan hozza a kettő pontokat, hogyha így hagyja. Igen. Hát tulajdonképpen amúgy nem kettőt hoz körönként, mert egyszer hátra is megy. Jó, két igen, körönként igaz, hoz igen. Kettőt, tehát az olyan, mintha egy pontot hoz körönként, de azért az is jó igazából. Hát meg hogyha meglövi véletlenül egy crossbowman, akkor az semmi, mert visszahíleli magát, hogyha visszamegy a hátsó sorba, úgyhogy... De és ahogy látjuk, elkezdi kontrollálgatni a fledglingeket. Egy már le van fogva, egy másikat le fog poisonolni teljesen. És Pauko is ugye hozza itt a pontokat. Akkor harmadikra fog menni egy marál, plusz még poison. Az összes fledglinget le fogja tudni szedni. Kérdés, hogy ez mire lesz elég. Hát alapból az is jó, hogy kinyírod a fledglingeket, mert sok pontot hoznak, de a ók miatt meg ugye az még plusz pontot hoz, hogy minél kevesebb egység van a sorban. Egyébként ott van egy szeppel, ami az egy kicsit szívás, hogy az csak akkor triggerelődik, hogyha van egy elf. Nem. Akkor, hogyha nincsen elfed, akkor csak saját egységet tudsz purifyolni. Hogyha van elfed, akkor pedig ellenfél egységét is akkor, tudod. De ez... Akkor a sajátját le tudja szedni. Igen, gondolom tartalékolja valami nagyobbra. Igen, amúgy... Nem tudom, hogy mire. Hát, hogyha az a hatos, az a hatos Igazából... Ja, hatosra is tartalékolhatja, meg jó kirakni minél előbb a bort és a paukót, szóval teljesen rendben van ez. Na ez érdekes, hogyha ezt most kiátsz az ókot most.
Már most? Kijátsza. Ja, aha. Nem akar kapni a poisonokból. Hát pedig fog. Még itt van poison nyakig. Ott van két tick még a szenárión. Meg ott van még kézben egy fangs. Ez egy kicsit gyenge egyébként most kijátszani ezt a soldiert. Oké, üt kettőt. Ez egy hármas, ez nem volt olyan sok. Tehát több soldier meg talán nincs is. Vagy Joachim soldier? Joachim soldier, arisztokrata. Soldier? Azt hiszem igen. Spy is, Kim soldier, arisztokrata. Meg hát még a deckből végül is kijöhet, kihozhat még egy soldiert. Nagy kérdés, hogy ennyi poisonnél egyébként az invocation az... Egyébként egy picit szerintem kockázatos volt ez a húzás. Mármint? Mert kihozhatja, Ramona csak egy soldiert a kezedből kopízni. Ja, szóval ha Joachim kihoz egy Ramont, amire simán megvan az esély, akkor az nem sok mindent fog csinálni. Hát... Bár lehet, hogy kereső ott egy soldier. Hú, amúgy ha Orkot kihozza a deckből... Várja, konkrétan az Orkot hozza ki a deckből, mert Orkot. A legfölsőt. Húha, az mondjuk nagy swing. És egyébként... Várjunk csak, és mi van, ha az Ork... Hát mert Orkot, ezért mondtam, hogy fura volt az Ork. Hát így... Egy bombalapot adott neki a kezébe. Tehát... az Orkot meghagyhatta volna sokkal-sokkal későbbre. És kész. És akkor nem viszi el, meg nem fog egy ók kijönni a deckből. Mondjuk elég sok hátrány van, 41-19, ez még érdekes lesz. Viszont ott van két tick, az nagyon-nagyon nagy, az akkora nagy swing lesz a Joachim. Ja, az 40 pontos swing simán lesz. Joachim triggerelni fogja a szenáriót, ami fog majd egyet poisonolni. De ne felejtsd el, hogy van még egy purify azért ott. Demarcationnél. Hát ez érdekes, hogy mikor használja el a... Szerintem most mehetne a Vincent, nem most használja el. Leszed egy poisont, viszont ki fog menni még egy, mert két tick van a szenárión. Igen. Szerintem most 32 pont hátránya van, és még van ott egy Barnabás. Hát nem tudom, tényleg ezek most nagyon nagy swingek lesznek. Tehát most kijön Vincent, lesz, kinyírja azt a lockolt fledglinget, és... Nem a fledglinget fogja, a bal szélsőt, a Roderick-et. Az 8, az így... Egy, igen, az még nagyobb swing. Kinyírja a Roderick-et, és szerintem mérgezi a 7-es fledgling, igen, 7-es fledglinget, ugye? Igen. Tehát ez már rögtön 12 swing, ez még 4, az 16, és ott egy poison. Akkor most még mindig elég nagy hátránya van. Ez pár ponton fog múlni te. Jön a Barnabás, igen, én is azt számolgatom. Amúgy lehet, hogy nem lesz ez akkora swing, de szerintem 28. Nagy lesz. Mert azért még mindig nagyon sok a hátránya. Tehát most van 17 pont, ez a Barnabás nagyon erős. Nincs törp. Azt mondjuk, 32, az sok. Szerintem, van az 42, nem 32, igen, de poison, 15-ös. Az is odavág, nem vág oda, nem. Azt a mindenit! Amúgy, igen. Atya úristen! Szoros volt, jó gondoltuk mi, hogy ez szoros lesz.